10-15 éve ismert jelenség, hogy az ivóvíz és a szennyvíz tartalmaz gyógyszermaradványokat. Ez azért jelentős probléma, mert ezek a maradványok kis mennyiségben is hatással lehetnek az élő szervezetekre, ezért ezeket ki kell szűrni a vízkészleteinkből, mondta el televíziónknak Kis Ferenc, a Nyíregyházi Főiskola általános rektor helyettese. Hozzátette, ezekben a kérdésekben együtt kell működnünk a szomszédos országokkal, mivel hazánk felszíni vizeinek több mint 90%-a külföldről érkezik az országba. Ennek a projektnek az egyik fontos célja az volt, hogy felderíteni azt, hogy például milyen gyógyszermaradványok vannak abban a vízben, amit iszunk, és tudjuk, hogy a gyógyszereknek egész kis koncentrációban is komoly hatása van, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos eredmény. Mondok egy példát, például azokban a vizekben, amit később megiszunk, vagy arra használunk, hogy megiszunk, például fájdalomcsillapító szermaradványok is vannak. És ezeknek az eltávolítása nagyon fontos, és ez egy központi kérdés volt. A projekt záró rendezvényen elhangzott, a kutatás rámutatott arra, hogy a vizekben kimutatható gyógyszermaradványoknak sem a rövid, sem a hosszú távú hatását nem ismerjük. Ezért kiemelten fontos az Európai Unió más országaival való együttműködés a kutatások gyorsabb előre mozdítása érdekében. A szennyvízből nagyon jól el lehet fájdalomcsillapító maradványokat élő mikrobákkal távolítani. Már egy kicsit nehézkesebb ez a szennyvíz a komposztból. Tehát ott is vannak biztató eredmények, de nem egyértelműek, ezeket meg fogjuk majd ismételni. És még egy érdekesség, a horvát és a lengyel kollégák például azért vannak itt, mert közismert, hogy a szennyvízekben nagyon sok a foszfor, foszfát pontosabban, ez a mosószerek, egyébként nem működnének a mosószerek nélkül, és ők például azt vizsgálják, a horvátok például, hogy hogyan lehet műtrágyát előállítani, ez egy struvitet. Lesz is egy ilyen előadás ma angolul, hogyan lehet műtrágyát készíteni a szennyvízből. Ez számomra is rendkívül új és újszerű. És ezekben szeretnék ilyen újszerű dolgokban együttműködni. A jövő évben a Nyíregyházi Főiskola a hét nemzet együttműködéséhez keres majd közvetlen brüsszeli támogatást, 2017-ben pedig egy nagyobb Horizont 2020-as pályázaton indulnak majd közösen az együttműködő országok.